Amióta átalakult a városi hivatásos tűzoltóság bátaszéken, több esetben sikerült a technikai parkot is fejleszteni. A napokban újabb lehetőségről kapott értesítést a parancsnok. A Beltaszéki Önkormányzati Tűzoltóság köztestület közel 4,1 millió forint technikai eszközre nyerte pályázati úton, illetve ami nagyon-nagyon jó hír, hogy a Beltaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is egy 750 ezer forintos szintén BMOKF pályázatot nyert, amit gyakorlatilag ezt a teljes 5 millió forintot az eszközparkunk fejlesztésére fogjuk tudni fordítani. Folyamatosan ugye a tűzoltó tömlőket kell cserélni, hiszen elhasználódnak bevetési ruhákat, sisakokat, illetőleg ami nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két feszítővágó berendezésünk, mind az öteszeren, mind pedig az egyes szerünkön betöltötte a 10 évet, a tömlőket ki kell cserélni. Ezek sajnos igen költséges, tehát az egyik az 1,5 millió forint, a másik pedig közel 850 ezer forintos összeget tesz ki, és ezt mindenképpen fel fogjuk tudni újítani, hogy az elkövetkezendő 10 évben is tudjuk ezeket az eszközöket használni. A technikai fejlesztés elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez, ám itt is, mint máshol a világban sokfelé, az emberi tényező is meghatározó. Bátaszéken régóta tudott, hogy öregszik az állomány, és hogy szükség van az utánpótlás kinevelésére. A diák tűzoltóságot, az önkéntes tűzoltó egyesület diák tagozatát, azt teljesen újra szerveztük. Jelen pillanatban 10 stabil fővel tudunk dolgozni, és szeptember 13-án pénteken csinálunk egy nyílt napot a diák tűzoltóknak. Megpromózzuk egy picikét a Facebook oldalunkon, illetve a honlapon, ide várjuk azokat az érdeklődő gyerekeket, akik szeretnének hetente egy alkalommal diák tűzoltó foglalkozáson részt venni. Azt lehet mondani, hogy tehát a nagy átlag, a Pareto elv az itt is játszik, tehát a 80%-uk ugye ők egyetemre, főiskolára el fognak menni, viszont a 20%-uk itt maradt tűzoltónak, és erre nagyon nagy szükségünk van Beltaszék viszonylatában, hiszen sajnos az állomány az korosodik. Idén először rendezzük meg az első beltaszéki tűzoltó aszfalt rajzversenyt a Hunyadi utcában a tűzoltóság előtt. Ott a burkolat teljesen alkalmas arra, hogy egy 2 méter x 3 méteres betonplacra a gyerekek tudnak rajzolni. 3 korcsoportot szeretnénk indítani, egy óvodás, egy alsó tagozatos, illetve egy felső tagozatos korcsoportot. 4 fős csapatokban gondolkodunk, másfél óra lesz a pályázat, tehát maga a pályamunkának az elkészítésére, és hát természetesen díjazni fogjuk a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból jó, hogy mi is kapunk egy kicsike képet arról, hogy a gyerekek hogyan látnak bennünket, hiszen nap mint nap az óvoda előtt megyünk el szirénával, kéklámpával. Nagyon aranyosak, mindig oda szaladnak a kerítéshez, és integetnek nekünk. Mi egy picikét úgy érezzük, hogy így hősként tekintenek ránk, szeretnénk ezt látni a pályamunkákban is.